Mivel az NB3-ban két tavaszi forduló meccseit már az elmúlt évben lejátszották, csak február utolsó napján folytatódik a bajnokság. A hosszú felkészülési időszak programjának összeállításába néha az időjárás is beleszólt, de a keleti csoport hetedik helyén álló Sényűnél az elmúlt télhez hasonlóan igyekeztek elkerülni a monotóniát. Próbáltunk ugye minél változatosabb helyszíneket megteremteni a játékosoknak, hogy ne legyen olyan egyhangú és egysikú a felkészülés. Voltunk a Bolyszántón edzőtáborba, voltunk konditermi edzésen, voltunk ugye természetesen kinti edzéseken, aztán meglátjuk, hogy majd ez mire lesz elég. A Sényűt évek óta az állandóság jellemzi, minimális a játékos mozgás. A téli szünetben Szokol Zsolt, Pál Zsombor és Lakatos László távozott, Kelecsényi Gábor kölcsön adta Nyírbátorba a klub, helyükre három új futballista érkezett. Voltak olyan játékosok, akiknek magasabb osztályból volt megkeresésük, természetesen ezzel a klub nem gördített akadályt. Volt játékos, akit kölcsön adtunk, az érkezési oldalon pedig volt, aki kölcsönben szerepel nálunk, a Magyar Gábor, a Nyíregyháza Spartakusztól. A Budaházi Leventét sikerült a Hajrában leigazolnunk Putnokra, és visszatért kölcsönből a Barta Gábor Tarpáról. A Kisvárda második csapata a tabella 9. helyén várja a folytatást. A Kocsis János által irányított együttesnél kettős a cél, az eredményes szereplés mellett az első csapatban való helytállásra kell felkészíteni a fiatal futballistákat. Az a keret, ami kialakult nálunk, ez már önmagában is képes arra, hogy versenyképes tudjon lenni az NB3-ba, és ezáltal az ő fejlődésük az azt gondolom, hogy töretlen tud lenni, hiszen ugyanúgy tudnak edzeni, készülni, mint hogyha profi osztályban lennének, ugyanúgy meg kell harcolni a helyeikért, tehát ugyanúgy valahol teljesítménykényszer alatt vannak, és játszon a jobb. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a rendszer most ez nagyon jó kialakult, és nagyon bízom benne, hogy a srácok ebből profitálni fognak, és természetesen úgy, hogy az enyéni fejlődésük mellett a csapatnak a szereplés is nagyon fontos, hiszen sikerre mindig szükség van. Vasárnap a sényűi csapat a sereghajtó Mezőköves 2 otthonában lép pályára, a Kisvárda 2 pedig a második helyezett Jászberényhez látogat. A 22. forduló további párosítása a következő, Putnok Salgótarján, Tája Tiszafüred, 60 Balassagyarmat, Füzesabony Tiszakécske, Gyöngyös Cegléd, DVTK 2 Sajóbábony, DVSC 2 Tiszaújváros és BVSC Zugló Eger.